döntöttek, hogy a testületi tagok, hogy nem veszik igénybe fel a tiszteletdíjukat, és ebből az összegből kiépítünk saját erejből egy kamerarendszert. És egy 8 kamerából álló rendszert sikerült így önerőből megvalósítani, és ez most nagy segítség nekünk, hogy a mostani pályázattal ki tudjuk egészíteni 12 kamerával, és gyakorlatilag most már a település teljes egészen le lesz fedve. A kamerák elhelyezéséhez hogy kerestek pontokat? Ezt a rendőrséggel egyeztették, vagy lakossági jelzések alapján? Minden esetben a rendőrséggel, a polgárőrséggel közösen határoztuk meg a kameráknak a helyzetét. A jelenlegi kamerák helyzete is rendőrséggel egyeztetve történik a kihelyezése. És akkor a szokásos módon gondolom a képet, azt a rendőrök látják, vagy a rendőrség most már a polgárőr törvény lehetőséget ad arra, hogy a polgárőrök az élő képet tudják nézni. És viszont a rögzített képet csak a rendőrség irodájában lehet megnézni. Igen. És csak a rendőrség nézheti meg.